Költözik és bővít az EPKOSZ. Újabb 220 embernek adnak munkát a Csaba utcai telephelyen. Készül Szombathely a Szent Márton emlékévre. Az intézményvezetők tanácskoztak a Városházán az előkészületekről. Három szombathelyi klub karatékái remekeltek a Sakura kupán. 67 érmet tartottak itthon a megmérettetésen. Ez a Szombathelyi Televízió híradója. A műsorvezető Merklin Ferenc. Jó estét kívánok! 10,5 milliárd forintos beruházással fejleszti Csaba utcai telephelyét az EPKOSZ Kft. Ide telepítik a Szent László Király utcából a gyártósorokat, és új termékek gyártása is elindul. A cég 20%-kal szeretné növelni árbevételét. Újabb 220 embernek adnak munkát. 13 ezer négyzetméter összterületen, ami magába foglalja a gyártóterületeket, illetve elől a mérnökségi, illetve fejlesztési területeket, és ami természetesen nem utolsó sorban az adminisztrációs központunk is itt fog elhelyezkedni az oktató központunkkal. Ezek lesznek az új gyáregységek, mondja Takács Balázs, a szombathelyi EPKOSZ cég igazgatója. Egyelőre még csak maketten léteznek, de 3 év múlva már teljes kapacitással termelnek. A belvárosból költöztetik ki a gyártást, mivel ott már nem tudtak fejleszteni. A jelenlegi autóipari termeléseinket modern kornak megfelelő környezetben tudjuk felállítani, és ezeket a kapacitásokat tudjuk növelni, és ami nagyon fontos, az új termékeket tudjuk felépíteni, felállítani itt Szombathelyen, és ezen új termékeken keresztül tudunk új piacokat megszólítani, amelyen keresztül közel 20%-os árbevétel növekedést célzunk meg. A 10,5 milliárdos fejlesztést a magyar kormány 3 milliárdos adókedvezménnyel segítette. 220 új munkahely jön létre a beruházás eredményeként. Az állam is jól jár, mert egyrészt a munkanélküliség kérdése zárójelbe kerül Szombathelyen, másrészt viszont igen jelentős adóbevétel növekedés várható ettől a beruházástól, hiszen ez egy nagyobb termelési volumentet, nagyobb forgalmat, nagyobb bevételt és egy nagyobb adóalapot is jelent, tehát amikor az állam adókedvezményt ad, akkor befektet, megelőlegezi a későbbi nagyobb állami bevételeket. A Szent László Király utcai telephely önkormányzati tulajdonba kerül, mondta el Puskás Tivadar. A hasznosításra már vannak ötletek. Szombathely városa biztosan felhasználja az ott lévő iskola bővítésére, biztosan felhasználja arra, hogy bérlakás építési lehetőség van. Aztán elhangzott itt az, hogy a duális képzés helyet keres magának. Amennyiben minden a tervek szerint halad, év végére állnak a csarnokok, és 2015 elején már a termelés is megindul. Még idén elkészül az LUK új gyártósora, és még idén újabb munkahelyet teremt a vállalkozás, amely nagyban hozzájárult az országiparának lendületéhez. Szombathely városa nem csak a nagy cégek fejlődését, hanem a kisebb vállalatok erősödését is támogatja. Ide kerül az új gyártósor az LUK szombathelyi üzemében még idén. Faltól falig beépítik az üzemcsarnoknak ezt a részét, hogy ki tudják elégíteni az autógyárak igényeit a két tömegű lendkerékből. Az egyik legfontosabb feladatunk, hogy ezt a csarnokot szeretnénk megtölteni. Ide még 2016-ig folyamatosan fognak érkezni a gépek, és amit még tervezünk, az egy fejlesztő részleg kialakítása. Ez a gép a tavaly átadott új részlegen működik a Kuplung gyárban, ahol egyre több a megrendelés. A jövőre nézve optimista a német tulajdonú vállalkozás. Azt gondolom, hogy a magyar gazdaság az elmúlt években nagyon stabil lett, azzal számolunk, hogy az elkövetkezendő években kétszámjegyű növekedést tudunk produkálni. Az ország iparának fejlődéséhez nagyban hozzájárult ez a cég is. A városvezetés szerint pedig Szombathelynek érdeke a nagyvállalatok mellett a kis és közepes cégek erősítése. Nyilván az LUK és az EPKOSZ mellett egyébként a Jebelnél volt több mint 10 négyzetméteres csarnok átadás, ahol termelésbővülés volt, a Delfinél folyamatos, a termelésbővülés a BPV-nél szintén. Ugye, mint tudjuk, egy 10 négyzetméteres csarnok építése van folyamatban, és hát nyilván a feladat az, hogy ezek a fejlesztések tovább folyamatosan
folytatódjanak, ennek a feltételrendszerét kell megteremteni és kiegészíteni a kis középvállalkozásokkal, mint beszállítókkal, vagy akár úgy az ő fejlődésüket elősegíteni, hogy ne csak ezeknek tudjanak beszállítók lenni, hanem akár önállóan piacképesek legyenek. A munkahelyteremtés itt az LOK-nál is folyamatos. 5000 embert vesznek fel ez év végéig. Kormányablak nyílik a szombathelyi vasútállomáson. Herman Ottóról a Schmidt Múzeumban. Folytatódott a Genius Savariensis Szabad Egyetem Szavária kurzusa. Rövid híreink következnek. Kormányablak nyílik a szombathelyi vasútállomáson. A napokban írták alá a kialakításáról szóló támogatási szerződést, tájékoztatott a Gyesev. Az épületben korábban üzemelő ruházati üzlet helyén mintegy 340 négyzetméteres területen alakítják ki az ügyfélszolgálati rendszert. Az épületben teljes villamossági és gépészeti átalakításokat végeznek, kicserélik a nyílászárókat. A kormányablak akadálymentes lesz. A kivitelezés várhatóan július végéig lezárul. Herman Ottó munkásságával ismerkedhettek az érdeklődők a Schmidt Múzeumban, a Műtárgy esetek sorozatban. A látogatók megnézhették a 100 éve elhunyt magyar polihisztor fényképezőgép állványát, amelyet Kőszegi műhelyében használt az 1860-as évek elején. A fényképezés történetének emlékei is előkerültek a múzeum gyűjteményéből, a gyerekek pedig fénylenyomatot és árnyképet készíthettek. A hónap műtárgyát bemutató sorozat a Szavária Múzeumban folytatódik szombaton, akkor a 100 évvel ezelőtti báli kiegészítők lesznek a középpontban. Két előadással folytatódott a Genius Savariensis Szabad Egyetem Szavária kurzusa. Dominkovics Péter, a Soproni Levéltár igazgatója 17. századi Szombathelyről tartott előadást a Szavária Egyetemi Központ D épületében. Ugyanitt Takács Zoltán Bálint, a Sárvári Múzeum vezetője a nádasdiakról, Vas vármegye egykori vezetőiről beszélt. Ötszáz támogató aláírást kell összegyűjteni azoknak, akik jelöltként indulnának az áprilisi országgyűlési választáson. Hétfőn kezdődhetett az aláírások gyűjtése, melynek szigorú szabályai vannak. Itt a Rohonci úton kezdte aláírás gyűjtő körútját Hende Csaba. 500 érvényes aláírásra van szüksége ahhoz, hogy az áprilisi országgyűlési választáson képviselőjelölt lehessen. Ennyi aláírást hamar összegyűjtöttek az aktivisták, és a képviselő maga is járja a várost. Egy ember több jelöltet is támogathattak. Nem úgy van, mint régen, hogy az egy darab fogottató cél már csak egy jelöltnek adhatta. Most ahány jelöltet óhajtani? Március 3-áig van lehetőség összegyűjteni az induláshoz szükséges támogató aláírásokat. Azonban tilos aláírást gyűjteni munkahelyen, munkavégzés közben, a fegyveres erőknél és a rendvédelmi szerveknél. Szintén tilos tömegközlekedési eszközön, állami és önkormányzati hivatali helyiségekben, felsőoktatási és köznevelési intézményben, valamint egészségügyi szolgáltató helyiségekben gyűjteni azokat. Készül Szombathely a Szent Márton emlékévre. Várhatóan 8 milliárd forintot költhet a város és az egyháza a Szent születési jubileumának megünneplésére. Az előkészület jegyében a helyi intézményvezetők részvételével tartottak fórumot a Városházán. Az idei év feladata, hogy megtanuljuk Márton életét, hangzott el a Szent Márton tervről tartott fórumon. 2016-ban lesz 1700 éve, hogy Szaváriában megszületett Szent Márton. A cél, hogy világi és egyházi események is méltó módon emlékezzenek rá. A katolikus egyház feje is látogatást tehet Szombathelyen a jubileum apropóján. Akceptálta a meghívást, ez még nem jelent konszignációt, tehát nem egyeztek meg, hogy ezen és ezen a napon, ekkor és ekkor érkezik a pápa, nem tudom melyik gyorsvonattal, hanem egyszerűen bekerült a vatikáni ügymenetbe ez a gondolat. Az országra, sőt világra szóló jubileum előkészületei a terveknek megfelelően haladnak. Most 2014-ben vagyunk, és úgy látszik, hogy
most már egészen karnyújtásnyi távolságra vannak az ünnepség sorozatok. Várhatóan 8 milliárd forintból valósulhat meg a Szent Márton terv. Komplex épület és térfelújítások lesznek Szombathelyen. Fel kell készülni a turista és zarándok tömegek fogadására. Látnivalókkal és ajándéktárgyakkal is várja majd Szombathely a látogatókat. Tizenkettő egyesület közel 200 karatékája lépett tatamira a 14. alkalommal megrendezett Sakura kupán. A viadalon résztvevő három szombathelyi klub versenyzői összesen 67 érmet tartottak itthon. A hagyományoknak megfelelően ezúttal is Magyarországról és a szomszédos Ausztriából érkeztek karatékák a Sakura kupára. A 14. alkalommal megrendezett verseny népszerűségéről mindent elmond az a tény, hogy szinte egy gombostűt sem lehetett leejteni a helyszínen, a Buja iskola sportcsarnokában. Igazából a népszerűsége annak köszönhető, hogy ez egy ilyen regionális verseny, ahol külön kategóriák vannak a kezdő versenyzőknek, így aztán az edzők meg a gyerekek is szívesen jönnek el, mert le tudják mérni az adott kategóriában és korcsoportban, hogy hogy áll egy ilyen Dunántúli mezőnyben, hogy áll a tudásuk, a tanítványaiknak. A viadalon a szombathelyi színeket három klub, a Leo Karate Noese, a Budoka Karate Egyesület és a Sakura Karate Egyesület képviselte. Utóbbi színeiben tatamira lépett az erőemelő sportágban igen jelentős eredményekkel büszkélkedő Gadó András is. Így nosztalgiában gondoltam, hogy elindulok ezen a versenyen, hisz én annak 2003-2004-2005-ben korosztályos magyar bajnok voltam ebben a sportban, és valahol a mai napig az ember nem felejtette el ezt a dolgot, és gondoltam, mivel ez egy éveleik is felhozó verseny itt a karate és tábor körébe, ezért gondoltam, hogy ha van rá mód és lehetőség, egyeztettem a szervezőkkel, rendezőkkel, akkor elindulnék ezen a versenyen. A rendezők az 54 kategóriában összesen 167 díjat osztottak ki. Ezek közül a szombathelyi versenyzők 67 érmet tartottak itthon. A Szombathelyi Televízió híradóját látták. Műsorainkat az interneten a www.stv.hu címen nézhetik meg, friss híreinket pedig a szombathelyi7.hu hírportálunkon olvashatják. Híradónkat óránként sugározzuk. Munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!